Sziasztok! Egy olyan fit videót hoztam ma nektek, amiben megmutatok egy egész napos vegán fit menüt, amit az edzés mellé is tökéletesen be tudtok illeszteni. Az első étel az nem más, mint egy sült zabkása, amit tényleg pillanatok alatt össze tudtok dobni, és amíg a sütőben van, addig már elő is tudtok készülni a pad thaihoz, ami szintén nagyon könnyen elkészül, igazából csak az egy kicsit időigényesebb benne, hogy a zöldségeket felaprítsátok, de higgyétek el, ezt megéri kipróbálni. Ez lesz az ebéd, illetve a vacsora is, és arról sem feledkeztem meg, hogy valami egészséges fehérjedús snacket készítsek a napközben, ha esetleg megéheznék, úgyhogy összedobtam egy cukormentes fehérjés muffint, aminek a tetejére raktam egy kis epret, hogy egy kicsit azért színesebb legyen és jobb legyen ránézni. Most pedig megmutatom azt, hogy hogyan készülnek el ezek az ételek. Elsőként a sült zabkását fogom nektek bemutatni. Ehhez mehet a zabkájának a 3/4-e a turmix gépbe, egy kevés növényi tej, juhárszirup, 2 evőkanál magyaróvaj, egy evőkanál növényi fehérjepor, egy érett banán, egy teáskanálnyi sütőpor, és jöhet is a turmix. És most, hogy krémesre turmixoltuk ezt az alapunkat, beleöntjük ebbe a formába, mehet bele a maradék zabpehely. Ezt most alaposan elkeverjük, aztán a végén már csak rászorjuk a csokit és mehet a sütőbe. Most 15 percre bedobjuk a 180 fokos sütőbe a zabkásánkat, ami egyébként ennyi idő alatt tökéletesre el is készül, hogyha nektek van esetleg otthon egy hőálló üvegdobozotok vagy üvegtálatok, amit el tudtok magatokkal vinni munkába, akkor készítsétek el abba, várjatok egy kicsit, miután elkészült, hogy hűljön, fedjétek le és már vihetitek is magatokkal. Túl vagyunk a reggelin, úgyhogy most megmutatom nektek, hogy hogyan készül el ez a brutális pad thai. Első körben a zöldségeket fogjuk felaprítani, én most az új hagymával fogom kezdeni, amit szépen vékony csíkokra vágok. Jöhet a sárgarépa, jöhet a kaliforniai paprika, és ezeket az alien tojásokat most szálakra fogom szedni. Jöhet a tofu, most pedig felaprítom a fokhagymát. Jöhet a chili. A rizstésztába szerintem az a jó, hogy nagyon hamar elkészül, és nem is kell főzni, úgyhogy belerakom most egy lábosba, engedek rá egy kis langyos vizet, és körülbelül fél óra alatt kész is. Most pedig jöhet a szószunk, amit ebben az üvegcsében fogunk összerázni. Mit szóztok? Mehet bele egy kis tamarinpaszta, szójaszósz, barna cukor, egy kis csípős szósz, 2 darab lime facsart leve, egy evőkanál magyaróvaj, egy kevés rizsecet, mehet bele még víz, illetve egy pici kurkuma. Na most, hogy összeráztuk a szószunkat, megfogjuk a szezám olajat, én már itt felforrósítottam egy serpenyőt, ebbe belenyomunk egy keveset. Most pedig megfogjuk a tofut, ezt lepirítjuk benne, utána mehet bele a fokhagyma és a chili, ezt az egészet jó alaposan összepirítjuk, utána pedig rádobjuk a zöldségeket, hiszen azok nagyjából egy időben fognak elkészülni, mivel szép vékony csíkokra vágtuk őket. Most, hogy lepirultak a zöldségeink, nincs más hátra, mint hogy rádobjuk a rizstésztánkat, utána nyakon öntjük a szósszal, ezt az egészet alaposan átkeverjük, hozzádobunk még egy kevés aprított földi mogyorót, illetve koriandert, körülbelül olyan 3-4 percig még pirítjuk, aztán jöhet a tálalás. Tálalásként mehet rá egy kis földi mogyoró, mungóbabcsira és végül egy kis koriander. Végül pedig nézzük ezeket a cukormentes fehérjes muffinokat. Ennél egyszerűbb nem is lehetne, jöhet a manduliszt. Vaníliás, növényi, fehérje, olvasztott kókuszolaj, almaszósz, mogyoróvaj, sütőpor, egy kevés juhárszirup és egy kis fahéj. Most pedig a muffin formánkat kivéleljük ilyen kis papírokkal, aztán a masszánkat egyenlően elosztjuk ezekben, majd utána felszeletelünk egy kevés epret, rádobjuk a tetejére, és bedobjuk a 180 fokos sütőbe 15-20 percre. Ennyi? Ennyi!
tényleg nagyon szeretem ezeket az ételeket, több okból is, és azért szerettem volna nektek ezeket bemutatni, mert kevés hozzávalóból, gyorsan és viszonylag pénztárcabarát módon is összedobhatóak, úgyhogy remélem, hogy ti is elkészítitek ezeket, és hogyha igen, akkor töltsetek fel róla képet Instagramra, vagy bármelyik social media platformra, ja, és ezeken ne is felejtsetek el minket követni. A következőkben pedig találkozunk, sziasztok!